Arra gondoltam, hogy készítek egy rövid videót a Pest Buy-Buy-ról, hogy mindenki jobban megértse a használatát, akik jelenleg vásároltak, és azok, akik a jövőben szeretnének vásárolni, tudják, hogy ez pontosan mi is lenne. Jelenleg ebben a két üvegben lehet kapni, mindkét kiszerelés üvegből készül. A jövőben ezek visszaváltatóak lesznek, szóval, hogyha mondjuk vásároltok egy ilyet, és később megint szeretnétek vásárolni, akkor az üveg az lejön az árából a következőnek, hogyha azt visszaváltjátok, illetve nagyon sokféle eszenciális olajat tartalmaz, nímolajat, és hát igazából nem tudom pontosan az összes összetevőt, de rajta van az üvegen. Ezt egy nagyon kedves kolozsvári lány készíti, aki már nagyon rég foglalkozik ezzel, és ő fejlesztette ki ezt a formulát, ami egyrészt megelőzésre jó, másrészt meg arra is jó, hogyha már elkapta a növényetek a betegséget, de arra inkább egy erősebb szert javasolnék. A megelőzés szerintem a legfontosabb, ami ezzel megelőzhető, nem kell sokat használni, gyakorlatilag egy héten egyszer, ha befújjátok vele a növényeket, az bőven elég. Ezt meg is mutatom, hogy én ezt hogy csinálnám. Mind a mellett, hogy nagyon hasznos, amellett meg nagyon jó illata is van, szóval hogyha ezt használjátok a szobában, nem is nagyon kell más illatosítót használnotok, mert ebből nagyon kevés elég. Tehát kicsinek tűnik a kiszerelés, de nem kell sokat fújni, tehát szóval ez nem olyan, mint amikor vízzel esetleg befújjátok a növényeket, ebből nagyon kevés kell, csak egy-egy spiccelés. És meg is mutatom egy ilyen kis baby monsterán, hogy ez hogy nézne ki. Amellett, hogy jó a növénynek, a leveleit is tisztán tartja, tehát hogyha fújtok rá, akkor ilyen nagyon szép csillogóak is lesznek a levelei, nagyon jó illata van, és gyakorlatilag annyit kell csinálni, hogy jól felrázzátok használat előtt, és amennyi növényetek van, annak, hogyha úgy gondoljátok, hogy valami probléma van vele, akkor a leveleknek az alját, és akár mondjuk még a földet is befújjátok vele, de egyébként meg elég a leveleket, és heti rendszerességgel. Szóval ez így körülbelül ennyi lenne, és hogyha szeretnétek rendelni, azt privát üzenetben tudjátok megtenni. Jövő év elejére várható a következő rendelés, jelenleg mindegyik, ami rendelve volt, az elkelt.